Németh Nyiba Sándor, Kenyeri mesék. Utazás Budapestre. Szomorú, esős hajnalra ébredtek a gyerekek. Sanyi papa Jocó és Jenő bácsival a Lánka pataknál tevékenykedett. Bepakoltak az indulásra való hajóba. Az alsó szintet az állatoknak rendezték be, bőséges, változatos abrak volt a raktérben. Irén mama a gyerekeknek csomagolt össze a nagyon hosszú útra. Pityergett mindenki, mert véget ért a vakáció. Néhányan összegyűltek a faluból, a gyerekek által ásott kis tóból, kiterelték az állatokat a Lánka partjára. Ostoba nagyon csökönyös volt, hisz ő soha nem hagyta el Kenyerit. Most is megvetette a lábát, körülnézett, látta, hogy gyalázatos és romboló halad a sor elején. Franciska perecet adott a szájába, kiengesztelte a csacsit. Az összes állatot beterelték a gyerekek az alsó szintre. Bőséges ennivalóval látták el őket. Sanyi papa volt a hajós kapitány. Irén mama segítségével kiosztották a szerepeket. Maxi az iránytűt és a térképet kezelte. Ő tájékozódott a legjobban. Beindították a motort, megszólalt a hajó kürtje, és elindultak. A Rába irányába haladtak. Egy óra múlva megérkeztek az örvényes Rába folyóhoz. Nagyon érdekes, hosszadalmas, veszélyes út várt rájuk. Irány Budapest. Az első állomás Győr, a vizek városa, ahol találkozik a Rába a hömpölygő Dunával. Éjszaka is utaztak, dinamóval hajtott lámpákkal világítottak. Hajnalra megérkeztek Győrbe, egy kis kikötőbe. Irén mama elmondta a gyerekeknek, hogy a tűz, a víz, a vihar nem játékszer. Az élet nagy veszélyforrásai. A legfontosabb, hogy figyeljünk egymásra. A gyerekek vállalták, hogy megsétáltatják az állatokat. Stabilan összeeszkábált deszkaépítményen jutottak partra az állatok. A végén kullogott gyalázatos és rettenetes. Az idő folyamán többször megázott padló pudvás lett. Beszakadt a két állat alatt. Sanyi papa is beleesett az erős sodrású folyóba. Mindenkinek inába szállt a bátorsága. Irén mama megoldotta a helyzetet. Mozgósította a búvárokat. Gyalázatossal nem volt probléma. Kicsi víziló létére könnyedén mozgott a vízben. Romboló, a kis orrszarvú kora ellenére jól ellenállt a víz sodrásának. A gyerekek tehetetlenül nézték mindhármuk vergődését. Sanyi papa hiába volt felnőtt, messze vitte az ár a két állattól. Annyira eltávolodtak a parttól, hogy alig lehetett látni őket. Három búvár indult a segítségükre csónakokkal, és egyesével kimentették a balesetet szenvedőket. A partra érkezés után egy órát pihentek, és újra útra keltek. Irén mama az összegyűjtött pénzén megvásárolt két búvárruhát, így nagyobb biztonsággal utazhattak tovább a Dunán.
Sanyi papa megkért mindenkit, hogy a legveszélyesebb útszakaszon 100%-osan koncentráljon a feladatra. A házilag készített hajó lassan tudott haladni a hömpölygő vízen. Néha kisebb alkatrészek meghibásodtak, javításra szorultak. Egész éjszaka haladtak, hajnalban érkeztek meg Budapestre. Az Erzsébet híd közelében kikötöttek, biztonságba helyezték a hajót, a belváros felől megérkeztek a szülők. A kikötő első fagyizójába betértek, és felejthetetlen fagyizásba kezdtek. Az állatokat kocsira rakták, és kivitték egy tanyára. Itt szabadon élhetnek, amíg el nem jön a következő nyár, és visszatérhetnek kenyeribe. A gyerekek gondját viselhetik az állatoknak, és a lelkük mélyén örökre megőrzik az életre szóló élményeket. Kenyeri faluról.